Kedves nézőink, sok szeretettel köszöntöm Önöket. Önök a Tapolcai Városi Televíziós Sportmagazinját látják. 2002-ben az autómentes nap bővítéseként hirdették meg közlekedési és környezetvédelmi civil szervezetek az EU környezetvédelmi főigazgatóságának támogatásával az Európai Mobilitási Hetet, melyet mindig szeptember 16-a és 22-e között rendeznek, és Tapolca is immár 21. alkalommal ad otthont a figyelemfelhívó megmozdulásnak. Nagyon izgalmas, mert ugye 21. alkalommal vesz részt Tapolca az Európai Mobilitás hetébe, és most is egész hetes programsorozattal készültünk, kicsiknek és nagyoknak szerettük volna megadni a lehetőséget, hogy egy kicsit kitekintsenek így az autó keretei közül, és akkor ilyen alternatív közlekedési formát válasszanak, többet mozogjanak, egészségesebben éljenek, akár egy picit jobban elgondolkodjanak azon, hogy védjük a környezetet. Tényleg szombaton egy nagy sétával indítottunk, a legfiatalabb résztvevőnk ugye 4 éves volt, aki végig sétált, úgyhogy büszkék vagyunk rá. Vasárnap túráztunk a Csobáncra, hétfőn 2 programunk is volt, mert volt egy rajzverseny a Malomtó partján óvodásoknak és általános iskolásoknak. Őket arra kértük, hogy mutassák meg nekünk, hogy szerintük milyen az élet, hogyha nincsen autójuk. Milyen az autómentes élet. Délután pedig egy filmet vetítettünk, a Balatonfelvidéki Nemzeti Parknak a környezetvédelmi filmjét, és az arról szólt, beszélgetésre hívtuk meg dr. Köncei Rékát, Környezetvédelem Nevelési Egyesülettől, egy klímastratégát, akivel elbeszélgettünk arról, hogy hogyan kellene gondolkodnunk a környezetünkről, hogy védhetjük meg a földet, mi az, amit most tehetünk Tapolcán. Nagyon érdekes volt egyébként. És akkor mentünk tovább a további programokkal, futóverseny volt, a Földön Futók futóverseny, ez minden évben hagyomány, nagyon-nagyon szeretik a gyerekek, és idén rekordszámú résztvevőnk volt, mert 2019 óta nem volt 400 gyerek a futóversenyen, tehát ugye általában ilyen 350-360-an, úgyhogy idén még többen döntöttek úgy, hogy sokat szeretnének futni. Kerékpárversenyt tartottunk, a kerékpáros ügyességi pályát. Itt azt tesztelhették a gyerekek, hogy igazából a közlekedésben hogyan állják meg a helyüket, hogyha egy picivel nehezítettebb a pálya.
és tegnap pedig volt egy csütörtökön egy ilyen kinti konding, szabadtéri edzőparkban. Ennek pedig az volt a célja, hogy egy kicsit felfedezzük így, hogy vannak körülöttünk, lehet a lakótelepünkön olyan eszközök, amiket nem biztos, hogy használunk, de a szabadtéren is tudunk mozogni. És akkor ugye most pedig itt vagyunk az autómentes napon. Milyen programokkal várjátok ma ide a fiatalokat? Nagyon sok mindennel készültünk, ugye ennek a napnak az a célja, hogy teljesen kizárjuk az autókat a Kisfaludy utcából, de hogy ez mégsem legyen olyan negatív, rengeteg programmal készültünk. Hát a klasszikus légvár, gokárt, pörgő, tricikliken kívül nagyon sok bringa van még itt. A Balaton Bike Tour jó voltából elektromos bringákat lehet tesztelni. Van egy spinning kihívásunk is, ez arról szól, hogy az egész nap végére egy Balatonkört szeretnénk tekerni közösen a tapolcaiakkal, gyerekekkel, felnőttekkel, és sorsoláson vehet részt az, aki részt vesz ebben a tekerésben. Vannak velünk oldtimer kerékpárok, tehát gyakorlatilag olyan régi velocipédek, amik a kerékpárnak az elődjei. Tehát úgy képzeltük ezt a mai napot, hogy végig haladunk a kerékpár történetétől a nagyon régiektől egészen nagyon-nagyon újakig. Ezeket elhoztuk egy kerékpár története kiállításban, amit a Fehérházban lehetett megnézni, és akkor fizikailag ezen a napon pedig meg lehetett őket tekinteni, ki lehetett őket próbálni.
a tűzoltóságnak egy ilyen óriási füstsátra van. Itt azt tesztelték a gyerekek, hogy milyen az, amikor igazából tűz van mondjuk a lakásban, milyen érzés, hogy kell reagálni, mit kell csinálni. Tehát ez egy teljesen biztonságos füst, nem mérgező, és ilyenkor elmagyarázzák nekik, hogy pontosan mi is történik ilyenkor, mire kell figyelni. Azt gondolom, hogy a gyerekek nagyon-nagyon szeretik, tehát az autómentes nap kifejezetten azért, hogy egy kicsit kijönnek a suliból, megnézik, hogy milyen az, hogyha mondjuk a Kisfaludi utcában nem autók vannak, milyen az, hogyha a Murbás parkolóban mondjuk egy füstsátort tesztelhetnek. A felnőtteknek pedig tényleg olyan programokkal készültünk, amik úgy gondoljuk, hogy különböző korosztályokat vagy különböző érdeklődési körűeket szólítottak meg. A sétát azt tervezzük akár hagyományteremtő szándékkal is. Azt gondoljuk, hogy akik részt vettek, azok nagyon szerették, és érdekes koncepció volt ugye a két legtávolabbi város részt összekötni fizikailag, úgyhogy ezt továbbra is fenn szeretnénk tartani. A tapolcai brazil jiu-jitsu szakosztály kinőtte a Bauxi sporttelepen bérelt termet, ezért új helyszínre, a Halápi úti sport- és egészségközpontba helyezte át székhelyét. A pályaavaton több városból is érkeztek harcosok, hogy kipróbálják az új küzdőteret és megalapozzák a hangulatot a kezdéshez. Az ok az igazából nagyon egyszerű, mivel kinőttük az előző termet, és így egy nagyobb helyen tudunk edzeni, illetve úgy gondoltam, hogy ez a sport és egészségközpont egy megfelelő színvonalú helységet tud számunkra biztosítani. Több helyen is néztük a városba, és ezt találtuk a legalkalmasabbnak számunkra. Egyből már itt a megnyitó után igénybe is vettétek, és már egyből bele is kezdtetek a harcba. Mik az első tapasztalatok? Örülünk neki, hogy így elférünk ennyien, hiszen az előző teremben bármennyire is szerettük. Nem fértünk volna el, ahányan most megjelentünk, szóval nagyon örülünk az új teremnek. Egy olyan egyesületről, egy olyan szakágról van szó, aki folyamatosan szállítja Tapolcára a szebbnél szebb érmeket és az eredményeket. Az elmúlt héten és a tegnapi napon is egy versenyen voltatok. Kérlek, hogy ezeket ismertessétek, illetve a jövőben, a következő héten egy nagyobb megmérettetésre utaztok majd. Erről is kérlek, mesélj nekünk. Gyakorlatilag az elmúlt hónapban közel 4 versenyen voltunk jelen. Számokban nem is tudom mondani, hogy mennyi érmet hoztunk, de remekül szerepeltek a versenyzőink. Utoljára most az EDCC Hungary-n voltunk, és ott is minden éremből hoztunk egyet. Schweiz Miksa egy aranyérmet, én egy ezüstérmet, Doboj Bennegusz pedig egy bronzérmet hozott a csapatnak. Jövő héten indulunk Isztambulba Ádámmal, és megmérettetjük magunkat az Európa-bajnokságon, úgyhogy igazából ez a következő nagy lépés számunkra. Utána pedig novemberben lesz egy brazil jiu-jitsu magyar bajnokság ismét, és azt is szeretnék megnyerni nyilván. Nem olyan régen beszélgettünk arról, még kint a Bauxi pályán, a másik teremben, hogy az a célotok, hogy minél többen legyetek, hogy ezt a sportágat minél több emberrel megismertessétek, illetve hogy minél több versenyen vegyetek részt, és ezek között már nemzetközi versenyek is látószögben voltak. Elértétek azt a célt, amit szerettetek volna mondjuk egy évvel ezelőtt, vagy még kell rajta dolgozni, vagy esetleg már túlszárnyaltátok? Hát igazából mondhatjuk azt, hogy én szerintem tavaly nem gondoltuk volna, hogy már rögtön termet is kell váltanunk, hiszen éppen egy pár hét múlt el, hogy egy éves lett a mi szereplésünk ott az edzéseken, és hát az, hogy elvére megyünk, az is nagyon jó eredmény szerintem. A bővülés, az pénteken voltunk a Bacsányi iskolába. Ott is, általános iskolában nagyon úgy látszott, hogy tetszik a gyerekeknek, úgyhogy reméljük, nagyon sokan jönnek el onnan is, úgyhogy bővülünk folyamatosan, szerintem jól fele haladunk. Itt a terem megnyitó után látszott az, hogy rengetegen vannak mellettek, barátok, sporttársak, honnan érkeztek, és kik azok, akik esetleg itt beálltak a versenybe, és küzdenek most veletek azért, hogy a jövőben még jobbak legyetek. Igen, ugye rengeteg barátunk van, és az egész országban jó hírünk is van. Most többek között Sopronból, Szombathelyről, Ajkáról, Sümegről, Veszprémből, Keszthelyről érkeztek sportolótársak, és velük együtt sikerül így felavatni rendesen izzadságba ezt az új termet.
Azt kértétek, hogy 5 percünk legyen arra, hogy most itt interjúzok, hogy mehessetek vissza ti is, és aztán a tatamira léphessetek. Sok sikert kívánunk itt az új teremben, és a versenyeken minden jót, és hajrá, szorítunk nektek. Köszönjük szépen. Köszönjük. Együttműködési megállapodást kötött a Pannon Egyetem, a Veszprémi Egyetemi Sportklub és a Tapolca Vívóklub. A legkiválóbb utánpótlás sportolók megtartása, az egyetemre való bekerülés és a tanulás támogatása, az egyetemi hallgatók széleskörű sportolási lehetőségeinek biztosítása, az utánpótlás képzés, valamint a sportolói karrier utáni tudás hasznosítása a legfőbb cél. Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, és itt a stúdióban megjelent vendégeinket, Puskás Ákos alpolgármester urat, Kovács Balázst, a Tapolca Vívóklub elnökét, és Keszler Dávidot, a sportegyesületnek az edzőjét és vezetőedzőjét. Egy örömteli hír az, amire felfigyeltünk a közelmúltban, hiszen a Veszprémi Pannon Egyetemmel egy együttműködési szerződés került aláírásra nem is olyan régen. Kérlek, elnök úr, hogy mesélj nekünk ennek a részleteiről. Köszönjük a lehetőséget, köszönjük, hogy itt lehetünk a stúdióban. Szeptember 8-án írtunk alá egy 3 oldalú megállapodást a Pannon Egyetemmel és a Veszprémi Egyetemi Sportklubbal. Ez a megállapodás gyakorlatilag egy kezdődő együttműködés első lépése, nulladik lépése volt. Ezután kezdődik az igazi munka, amit fogunk tenni a két veszprémi intézménnyel, illetve a sportklubbal. Konkrétumok is kiestek már ebből a 3 oldalú megállapodásból. Az első, hogy mi szakmai segítséget nyújtunk a Pannon Egyetemnek egy egyetemi vívás újra beindításához. Ezt mind szakmai értelemben segítünk nekik, illetve segítünk felszerelés beszerzésben, pályázatban felszereléshez hozzájutni. Azt gondolom, hogy anélkül, hogy a Pannon Egyetemen még szakmai segítséget nyújtsatok, van itt is elég munka Tapolcán. Ez még nyilván egy plusz motivációt és erőt is igényel majd tőletek. Mi az, amiben ti szakmaira tudtok nekik segíteni, hiszen a Pannon Egyetemnek, hogyha az ember belegondol, így első körben nem a sport az, ami eszébe jut, hanem rengeteg olyan terület és olyan képzést nyújtanak, ami aztán utána a következő életciklusban segítsége lehet az embereknek, illetve végzettséget ad. Szóval ugyanakkor a Pannon Egyetemnek a sajtótájékoztatán hallhattuk azt is, hogy ez a sport, ez kiegészítő programja lesz majd ezeknek a képzéseknek, és ezzel próbálják meg minél csalogatabbá tenni a Pannon Egyetemet. Igen, én is üdvözlök mindenkit. Igazából a mi segítségünk, a szakmai segítségünk az elején úgy fog megmutatkozni, hogy azt a projektet szeretnénk ott is nem véghez vinni, de segítséget nyújtani az ottani edzőknek, amit mi is itt a klubunkban az elmúlt 2 évben véghez vittünk, hogy tudják ők is a gyermeklétszámot így a nulláról elég rövid idő alatt földúzasztani, milyen stratégiát kell hozzá követni, hogy toborozzák a gyerekeket, illetve a már meglévő gyermekeket, hogy tudják bent tartani a sportklubba, ugyanis ez nem csak az egyetemi vívásra vonatkozik ez az együttműködés, hanem az egyetemi vívó egyesület elindít utánpótlás edzéseket is kezdő gyermekek számára. Azt lehet esetleg tudni már, vagy ez már kirajzolódott-e, hogy akik itt Tapolcán vívnak, valamilyen kedvezményt élveznek-e majd a Pannon Egyetemen, hogyha esetleg arra vennék az irányt? Igen, az együttműködés során, ez egy, ahogy mondtam, egy 3 oldalú megállapodás, ami gyakorlatilag mind a 3 félnek jó és hasznos hasznos együttműködés. Visszatérve a kérdésedre, az első fecskénk úgy néz ki, hogy megvan már, aki innen a Vívó klubból fog a Pannon Egyetemre menni tovább tanulni, és a Pannon Egyetem pedig úgy hívja a gyerekeket, hogy náluk tanuljanak, hogy sportösztöndíjat ad nekik, tanórákban segítenek rugalmasan összerakni az órarendjüket, és nem utolsó sorban versenyezteti is a gyerekeket. Tehát nálunk is versenyeznek, nálunk is vívnak, de az egyetemi színeket is képviselik egyetemi bajnokságokon. Azt, hogyha valaki elmegy
az egyetemre tovább tanulni, akkor az már alapból következik belőle az, hogy a Veszprémi Sport Egyesülethez kell igazolnia, vagy maradhat továbbra is a tapolcai vívóklubnak a színein belül. Ez jelenti azt esetleg, hogy akár egy évfolyamon, vagy egy osztályon belül, Pannon Egyetemen belül ellenfelek lesznek, hiszen valaki a Veszprémiben versenyez, valaki pedig a tapolcai vívóklubban. Ez elképzelhető, nem most, nem jövő héten. Ez hosszú évek munkájának kell lennie a Veszprémi Egyetemen is, hogy kineveljenek olyan gyerekeket, akik addigra már versenyképesek lesznek, mind az egyetem részére versenyképesek, illetve mind a vívósport szempontjából versenyképesek, versenyre készek legyenek. Ugye ebből segítünk, ahogy a Dávid is említette, a szakmai segítséget adunk a részükre. Attól nem férünk, hogy ők el fognak menni a Veszprémi Sportklubhoz vívni. Ahogy az előbb is említettem, az a célunk, hogy továbbra is a Tapolca vívóklubot képviseljék, és hogyha egyetemi versenyek vannak, akkor pedig a Pannon Egyetemet. A polgármester úr, ez most már a rövid időn belül a második olyan együttműködési szerződés, amit Tapolcai Egyesület, Sportegyesület köt egy másik városban működő szervezettel, gondolok itt ugye a röplabdára, amivel kapcsolatban a múlt héten beszélgettünk elnök úrral és a Tapolca VSE vezetőjével, és most pedig hát itt a Vivo Klubnál is kibontakozóban van egy újabb megállapodási szerződésnek a virágzása. Hogyan éli meg ezt a város, illetve mit jelent ez a város számára, illetve hogyan veszi a város, hogy értékeli azt a teljesítményt, amit a Vívó Klub tulajdonképpen rövid 3 év alatt megteremtette a versenyzői részére, hiszen tulajdonképpen nulláról indultak el, és most már több mint 120-130 fős versenyzői gárdával rendelkeznek. Nagyon köszönöm én is a lehetőséget, hogy itt most és erről a témáról beszéltünk. Ugye az ember kettő szerepen van itt, egyrészt mint a polgármester, másrészt mint szülő, és ezért is nagy öröm, hogy ezt a szakmai megállapodást, én elsősorban a szakmai megállapodásnak gondolnám, hiszen kölcsönös tudásátadás történik a két egyesület között. Nagy öröm, hiszen látva az ember az elmúlt 2-3 éves építkezését az egyesületnek, amit ugye elnök úr vezetésével, de igazából a szakmai edzői gárda felépítésével, ezt látjuk az eredményeket, hogy honnan indultak. Tényleg egy pár versenyzőjük volt, akik versenyeztek, és onnan eljutottak erre az előbb említett létszámra, hogy ők már az általános iskolákban ott vannak a középiskolákban, és hamarosan, mint az elnök úr is említette, ott vannak az egyetemen. A város vezetőjeként ezt is nagy örömmel fogadja az ember, hiszen azt láthatjuk, hogy a tehetségek felkarolása az nem feltétlenül csak Tapolcában lehet gondolkodni. Itt Tapolcán rengetegféle sportág van. A TAO sportágokat, labdás sportágoktól említve, a küzdősportokon keresztül, az egyéni sportágokig, a sakig és a vívásig, már ott is vannak nyilván csapatversenyek is, alapvetően azért inkább ezeket egyéni sportágoknak tarthatjuk. Nagyon széles a skála, amin lehet. Talán, hogyha összeszámolnánk, 20-féle sportággal tudnak itt a városban megismerkedni a gyerekek, és ezeknek a gyerekeknek egy jó része a tehetségesebbek, különböző akadémiákra, középiskolákba, egyetemekre tudnak elmenni. Így az egyetemi továbblépés lehetőség, és így a vívásban már megvalósulhat. Nyilván is szerencsés, hogyha ezek a gyerekek tapolcaiként is tudnak versenyezni. Nyilván ez egy fontos része az együttműködési megalapodásnak, de a lehetőség és az esélye megvan annak, hogy tovább tanuljanak, hiszen azt nagyon jól tudjuk, hogy a tehetséges gyerekek itt is, meg ott is, a tanulásban is, és a sportban is meg tudják állni a helyüket. Reméljük, hogy ez is egy plusz motiváció lesz a gyerekek részére is, hogy ezt a sportágat válasszák. És nem csak a gyerekeknek, hiszen a mai szülők azért hosszabb távra gondolkodnak, és nekik muszáj a gyerekek jövőjével és a hosszabb távú jövőjével is foglalkozni, és ez is egy plusz lehetőség, plusz motiváció lehet, hogy már pedig ilyen a vívásból, hogyha beleteszik a munkát, hiszen gondolom, hogy itt is bele kell tenni a munkát, nyilván azt látja a Dávidéktól, hogy terhelik a gyerekeket, jó értelemben, mivel terhelik a gyerekeket, amit így lát is az ember a gyerekek fejlődésén, hogy van motiváció, és lehet jövőképet is mutatni nekik, ami szerintem egy fontos szempont. A Tapolca Vívóklub alapvetően egy utánpótlás egyesület csapat. Lehet az ennek a következménye, vagy a hatása az, hogy akár egy felnőtt gárdát kinevelő egyesület is, akik felnőtt versenyeken vesznek részt és érnek ott el sikereket? Gondolok itt arra, hogy nyilván a nagy neveket, amiket Tapolcán itt mindenki ismer, Siklósi Gergelytől elkezdve Szalai Gyöngyén át, Rédli András és Bocskó Gáboron keresztül, és még sorolhatnánk sok tehetséges tapolcait, hogy akár újra
kinevelődnek ezek a vívók, és itt is maradnak és tapolcai színekben versenyeznek majd felnőttként. Ez lehetséges? Igen, ez egy régi problémája már a vívóklubnak hosszú évtizedekre visszamenőleg, hogy sajnos érettségi után nagyon nehezen tudjuk megtartani a sportolókat a klub, illetve a város kötelékein belül, és ez szerintem egy hatalmas előrelépés, hogy ezt az akadályt megugorjuk, hogy érettségi után nem biztos, hogy egyből el kell igazolni egy másik egyesülethez, illetve lakhelyet váltani, mert ha a Pannon Egyetemen talál magának, már pedig fog, mert nagyon széles a skála, amit ott lehet választani, ha talál magának ott egy szakot, ahol ő el tudja képzelni a jövőjét, és úgy gondolja, hogy ott szeretné folytatni a tanulmányait, akkor ő meg tud maradni a klubnak a kötelékébe, és ez egy olyan előrelépés a klubnak, amire korábban nem volt példa. A fejlődést azt tényleg mi is látjuk, a szemmel látható a fejlődés, itt elsősorban a taglétszámnak a fejlődése volt, illetve növelése volt az elsődleges cél, azonban most már elindultak a versenyek is a szezon. Éppen tegnap, hogyha jól értettem, akkor tegnap érkeztetett meg egy versenyről, hogy szerepelt a csapat? Igen, a hétvégén Budapesten voltunk a Nemzeti Sportcsarnokban egy kadett és junior, ez a vívásban az U17-es és az U20-as korosztály. Nekik volt egy Európa és egy világbajnoki selejtező fordulója, egy magyar kupa verseny. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy nem szerepeltünk rosszabbul, mint ahogy az elvárt eredményeket hoztuk. Kicsit az ember már éhes az igazi nagy sikerekre, de nem szabad mohónak lenni, mert még mindig az építkezés fázisban vagyunk a klubba, de már hiányzik nekünk az, hogy egy igazi nagy komoly versenyen is érmekkel jöjjünk haza. Mondhatjuk azt, hogy csalódásként értük meg, hogy érem nélkül maradtunk, de valahol meg azért még ezt a helyén kell kezelni, hogy ebbe a sportba ez nem egyik napról a másikra, vagy egyik hónapról a másikra történik. Itt azért hosszú éveket kell ezért dolgozni, hogy valaki egy magyar kupa fordulón dobogóra állhasson és érmet hozhasson az a klubjának, illetve a városának. És említetted azt, hogy most fellendül az élet és beindulnak a versenyek, hova mentek legközelebb, hol lehet szurkolni nektek? Hát igen, ez most futószalagon fognak következni egymás után a versenyek. Ezen a hétvégén Szolnokra megyünk, ugyanúgy egy felnőtt versenyre, és akkor most már jönnek a kisebbek is, az úgynevezett olimpici versenysorozat beindul. Hajdúhatházán Debrecen mellett kezdünk, és gyakorlatilag karácsonyig nincsen szabad hétvégénk. Folyamatosan jönnek egymás után a megmérettetések. Tehát akkor lehet azt mondani, hogy ki van használva a vívóterem a gimnáziumban, illetve az általános iskolákban is folynak a tovább a munkák, a versenyek pedig hát beindultak, és reméljük, hogy hamarosan a babérok is megteremnek, és hogyha, ahogy említetted a kamera elindulás előtt, hogy most már tényleg egy picit vágysz arra, hogy eredmények szülessenek, olyan eredmények, amikre mindenki fölkapja a fejét, hát kívánom, hogy az minél hamarabb elérkezzen, illetve azt, hogy az együttműködés akkor ez virágzó legyen, és Tapolca városának minél több dicsőséget hozzon, és az itteni versenyzőknek is a legszebb eredményeket tudják elérni. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást, további sok sikert. Köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Friss Sportmagazinnal legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, addig is viszontlátásra.